A Józsavárosi pálya utolsó darabjai dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és dr. Kovács Ferenc polgármester, valamint Makrai László, a Nyíregyházi kosárlabda klub elnöke tette le a szombati ünnepségen. A Nyíregyházi sportcentrum és a Nyíregyházi kosárlabda klub U11-es csapata az átadás után pedig rögtön felavatta az új pályát a Korányi Közeperjes utca tömbelsőben lévő parkban. Sallai József kiváló edző, tanár és nevelő is volt. 2021-ben első alkalommal egy emléktornát is rendeztek a tiszteletére Nyíregyházán. Ezen túl a kosárlabda liget is az ő nevét viseli. Nagyon fontos és nagyon nagy örömmel érkeztem ide, hiszen kosárlabda sportág kapott egy újabb létesítményt. Itt Nyíregyházán nagyon-nagyon fontos, hogy egyre népszerűsödik ez a sportág is. Egyébként a kosárlabda sport, nagyon jól tudjuk, a világ egyik legnépszerűbb sportága, és nagyon nagy igény volt rá, megfogalmazódott TAOS beruházás, és a Nyíregyházi önkormányzat támogatásával valósulhatott meg. Több száz gyermek várja ilyenkor a létesítményeket, és ahogy megépül egy létesítmény, úgy egyre népszerűbb lesz, és egyre többen szeretnének az adott sportágba bekapcsolódni. És nem csak a sportolók, hanem a szakemberek is nagyon-nagyon örülnek egy ilyennek, hiszen hazai és nemzetközi sporteseményeket is lehet rendezni egy-egy ilyen létesítményen, például a 3x3-as streetball mérkőzéseket, amely nagyon népszerű, látványos is, és tudjuk, hogy olimpiai sportágon belüli szakág lett, úgyhogy nagyon fontos, hogy lehetőségeket kínáljunk minden sportágban a fiataloknak, és azt választák azt a sportágat, amelyet szeretnének. Nekünk a legfontosabb az, hogy mindenki sportoljon. A sport infrastruktúra terén rengeteget fejlődött a megyeszékhely az elmúlt 12 évben. Például 17 iskolai tornatermet felújítottak, átadtak 27 kondiparkot, új úszoda és egy atlétikai centrum is épült. Itt a helyszín, én azt gondolom, az emlék egy kiválasztás, egy nagyon-nagyon jó ötlet. Évek óta fejlesztjük ezt a tömbelsőt, elkészült a szabadtéri kondipark, amit államtitkár asszonynak köszönhetett, 9 újat tudtunk építeni Nyíregyházán, a játszótér és egyáltalán az egész park megújul, és az utolsó elem, amit kitaláltunk, az pedig hétfőn kezdődik, a járdák felújítása, mert nyertünk egy hazai pályázatot, és abból hétfőn megkezdődik itt a park járdáinak a teljes körű felújítása. Dr. Kovács Ferenc hozzátette, örül, hogy Sallai Józsefről nevezték el a ligetet, majd emlékeztetett, hogy Sitkú Ernő nevéhez is fűződik egy hasonló a Bújtosi Városligetben. A Korányi Közeperjes utca tömbelsőben is közterületen van a pálya, így bárki használhatja ezentúl.